szeretettel köszöntjük a Bocskai Rádió hallgatói nevében Pazaurek Pirosat, a Hungarian Summit ötletgazdáját és megvalósítóját. Már harmadik alkalommal van megszervezve, kétszer itt Budapesten. A hallgatóknak foglaljuk össze, hogy mi ez a Hungarian Summit először is. Hungarian Hub az most már 6. éve működik, és az a célja, hogy különböző információkat egy helyre gyűjtsön azoknak a magyaroknak, akik az Egyesült Államokban élnek, akár frissen jöttek, vagy éppen most már ott élnek 50-60-70 éve. A Hungarian Summit, ez pedig az zászlóshajó eseménye magának a Hungarian Hubnak, melynek célja az, hogy különböző hidakat építsen a kultúra, a felsőoktatás, a sport, az üzlet, és természetesen a közösség területén is. Éppen ezért, mert a hidakat úgy lehet építeni, hogy a hídnak mind a két állásához elmegyünk. Most itt vagyunk Budapesten. Hogy esett a választás erre az egyetemre, hogy egy egyetemen kell megtartani, és milyen volt a részvétel, a fogadtatás Magyarország részéről? Tavaly évben Floridában került megrendezésre nagy sikerrel az esemény, de most úgy döntöttünk, hogy két területre szeretnénk fókuszálni, az pedig a felsőoktatás és az üzlet. Ez azért döntöttünk így, mert azt látjuk, hogy Amerikában egy kéz a kézben jár ez a két terület, nagyon fontosak egymás számára, nagyon szorosan együtt dolgoznak, és a közösségnek nagyon aktív részesei. Mivel tavaly Floridában volt, és felmértük azt, hogy kinek hogy tetszett, és mi az igény, ahogy következő eseményre vonatkozólag, az jött ki az eredményként, hogy nagyon szerencsés lenne, ha Budapesten tartanánk meg. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Amerikát hozzuk el most Budapestre, így egy delegációt fogadtunk, történelmi eseményként elmondható, hogy 7 egyetem, 6 állam volt majd jelen a mai napon, illetve 5 területről jöttek, 5 különböző üzlet területről jöttek gazdasági szakemberek, így köztük például a NASCAR-nak az ügyvezető igazgatója, vagy éppen a déli államoknak a floridai igazgatója is. Láttuk, a közéletből is érkezett ember, egy polgármestert is sikerült elhozni Floridából, erről is meséljek keveset. Igen, Daytona Beach polgármestere elfogadta a meghívásunk, amiben nagyon büszkék vagyunk. Ő tavaly volt először a Hungarian Summiton, és akkor ismerkedett meg jobban a kultúránkkal és az aktivitásainkkal, és nagyon megtetszett neki Jakab alelnök úr, háza alelnök úrnak a személyisége és személye, és úgy döntött, hogy szeretne vele újra találkozni, és ennek hatására most nagyon komoly kapcsolatok is fognak épülni. Például egy szobrot adományozunk neki, mint Magyarország nevében, és azt fogja megkapni Daytona Beach, amit élőben, teljes méretben ki fogunk helyezni, remélhetőleg a nem túl késői, nem túl messzi jövőben. Az utalásból érzem és tudom, hogy ez a Hungarian Summit nem csak ez az egy napi konferenciára szűkült össze, hanem egy egész heti program volt, ebbe is beavatnád a hallgatókat, hogy milyen volt és milyen eredményeket értetek el ezekkel a találkozókkal. Nagyon izgalmas hét áll mögöttünk, hiszen mindjárt amerikai földre landoltunk, a kereskedelmi tanácsosnak a házában volt egy fogadás rögtön az első este, így az amerikaiak tényleg otthon érezhették magukat itt Magyarországon. Másnap pedig Magyarországra repültünk át képletesen, mert a parlamentben, mint említettem, Jakab alelnök úr fogadta a delegációt, és ezt követően pedig már mindjárt bele is vágtunk a komoly munkába, hiszen a Metropolitan Egyetem fogadott minket, ahol nagyon komoly felsőoktatási workshopok és biznisz kapcsolatok alakultak ki különböző magyar ügynökségeken keresztül. Este pedig természetesen a kihagyhatatlan hajózás is megvalósult. Próbáltuk őket lenyűgözni Budapest szépségével, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. És szerdai napot pedig teljes mértékben Győrben töltöttük, ahol Audi járlátogatástól kezdve kampuszlátogatásra is sor került, sőt, még egy középiskolába is el tudtuk menni, és az egyetem sörét is meg tudták kóstolni a delegációk tagjai. Hát ez fantasztikus, és milyen véleményük volt így Magyarországról, ahogy főleg először jöttek Magyarországra sokan közülük? Azt láttam, hogy a delegáció tagjai nagyon boldogak. Igazából csak mosolyt látok az arcukon, és ez a legnagyobb visszacsatolás. Nagyon-nagyon elégedettek, nagyon le vannak nyűgözve, mint a gasztronómiától, mint amiket látnak, mint hogy az emberek milyen kedvesek. Azt látjuk, hogy most már nagyon sok plusz kilót már föl is szedtek, nem csak ajándékokban, hanem azt gondolom, hogy testtömegben is. Térjünk vissza egy pillanatra a mai napi konferenciára. Hányan jöttek el résztvevők, és milyen visszajelzések érkeztek már a szervezőkhöz? Érdemes volt megszervezni ezt a konferenciát?
Igen, nagyon érdekesen alakult idén, minden egy kicsit utolsó pillanatra tolódott. Az volt a célunk, hogy 150-en jöjjenek el, és 160 regisztráltunk lett a végén, úgyhogy ténylegesen telt házzal dicsekedhetünk. És alapvetően minden előadónk eljött, egyedül Hosszú Katinka várandósága miatt kénytelen volt csak egy nappal előbb találkozni velünk, de ő is videóüzenetben köszöntötte a közönséget. Tényleg a legnagyobb nevek, Kemény Dénes, Oroszlán Szonya, McDonald's-nak a képviselője volt jelen, és a délutáni szekciókban pedig tényleg a legnagyobb szakemberek. Tiles György, hogy olyan vállalkozások nyilatkoznak az amerikai piacra lépésről, akiknek már sikerült, és ténylegesen jól prosperálnak. Elég nem fair dolog megkérdezni, hogy mit sikerült a legjobban, mi az, amire a legbüszkébbek a szervezők, de ha mégis ezt megkérhetném, mi az, ami igazán kimagasló az idő? Tényleg nehéz elszólni, mert annyi pontja van az eseménynek, és a mindennapot így igyekszünk most egy kicsit úgymond fizikailag is túlélni. Alapvetően az eredmény szerintem akkor fog igazán jönni, amikor az első aláírások megvalósulnak az egyetemek és a bizniszek között, és már úgy látjuk, hogy már ezek már megtörténni látszanak, úgyhogy ezt tényleg hamarosan be fogunk tudni jelenteni nagyon sok mindent. Például Daytona Beach és Győr között egy testvérárosi viszony fog kialakulni várhatóan nagyon hamarosan, az egyetemek az oktatási programokban már a cserén gondolkodnak, egyeztetnek, és azt próbálják igazán kitalálni, hogy hogyan tudják a leghatékonyabban ezt későbbiekben ténylegesen megvalósítani. A konferencia elején volt egy bejelentés téve, egy ösztöndíjat hirdetett meg a Hungarian Summit alatt a szervezőség. Erről egy pár gondolatot, mondatot, hogy miről van szó pontosan? Régi nagy álmom volt, hogy mivel sportban is dolgoztam, felsőoktatásban is, és valahogy szerettem volna azt a lehetőséget megadni a fiataloknak, hogy jöjjenek el tanulni az Egyesült Államokban, és akár ezt a sporton keresztül tegyék meg. És ezt egy fantasztikus emberekkel kicsit sikerült továbbfűznünk, és arra azt találtuk ki, hogy egy olyan ösztöndíjat hozunk létre, ami hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik tehetségesek viszont sportban, sportösztöndíjat igyekszünk finanszírozni és támogatni. Ez az egész Hosszú Katinkával indult, aki Floridában tartott egy előadást, és amikor első kérdésként feltettem neki, hogy mit adott neki Amerika, mit adott neki az Egyesült Államok is, ahol élt, akkor az első szava az volt, hogy az önbizalom. Ha ezt az önbizalmat talán megkapják egy picit a magyarországi diákok még inkább, és abban a tudással jönnek vissza, akkor reméljük, hogy annyi, legalább annyi aranyat fognak nyerni az olimpiáinkon, mint Katinka is. Nagyszerű, így történjen. És zárásként a jövőről lekeveset, hogyha el lehet már árulni, mikor lesz a következő számít, mire számíthatnak az érdeklődők? Nagyon érdekes, mert így a tegnapi beszélgetés során kiderült, hogy az amerikaiak is most már teljes messzélességgel mellé fognak állni a rendezvénynek, és már ők is ajánlottak időpontokat. Itt a május és az augusztus között hezitálunk, nyilván nekünk meg kell vizsgálni nagyon sok mindent. Fontos figyelembe venni a diaszpora közösségeknek az aktivitását is, és nem szeretnénk a közösséget most idén ilyen szinten kihagyni, hogy ne tudjanak találkozni. Nagyon fontos ez a fajta találkozási pont számukra is, úgyhogy mindenképpen ezt figyelembe véve fogjuk megfogalmazni a dátumot. Jó magam, én a május felé hajlanék, de egy pici türelmet kérnék szépen, de biztos, hogy lesz folytatás. Az, hogy hogyan, mindig elkezdjük kicsibe, csak tényleg egy hogy legyen valami aktivitás, aztán a végén egy óriási dolog nő ki belőle, ami fantasztikus, mert nagyon sok hasonlóan gondolkodó emberrel találkozunk. Így legyen, gratulálok az idei szervezését, és kíváncsian várjuk a következőt. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm Zsolt, és nektek is további jó munkát, és köszönjük, hogy itt vagytok. Köszönjük. Sok szeretettel köszöntöm dr. Trunkos Juditot, aki egy amerikai egyetemet képviselt itt a Summiton. Milyen volt a képviselet, milyen volt a fogadtatás, és milyen volt egyáltalán az idei summit? Köszönöm szépen. Igen, én a Robert Morris University-t képviselem Pittsburghből, és idáig hihetetlenül jól sikerült minden. Igazából ez már a negyedik napunk. Jártunk Győrben, a Széchenyi Egyetemen, megnéztük a METU-t,
és most ugye itt vagyok a Közszolgálati Egyetemen. Nagyon sok kapcsolatot teremtettünk, nagyon sok problémáról beszéltünk, amit közösen próbálunk megoldani a felsőoktatásban. És igazából mindenkinek van egy ilyen érzése, ugye a delegációban, hogy egyik nap jobb, mint a másik, és ez így folytatódik. Tehát igazából már nem tudjuk, hogy ezt mivel lehet még überelni, de ideig nagyon jól sok sikerült minden. Mondta, hogy kapcsolatokat sikerült teremteni. Konkrétan valami esetet meg lehet itt említeni a rádió hallgatóknak is, hogy milyen kapcsolatok alakultak, hogy fog ez fejlődni a jövőben konkrétan? Igen, hát most egyelőre azt próbáljuk leszűkíteni, hogy melyik egyetemnek mire van szüksége. Azt tudjuk, hogy akikkel beszéltünk konkrétan, ezek az egyetemek, akikről beszéltünk, ugye METU, NKE, a Debreceni Egyetemmel is beszélgettünk. Nagyjából ugyanazok a céljaink. Szeretnénk diákokat behozni, diákokat küldeni, kutatókat behozni és kutatókat küldeni. Úgyhogy a dolgunk most az lesz, tudjuk, hogy ők is szeretnék és mi is, hogy leüljünk és megbeszéljük a részleteket, tudjuk pontosan ez mennyibe kerül és mikor tudnánk ezeket elintézni. De ezek az egyetemek mind nyitva állnak. Említette, hogy napról napra jobb volt ez a számít. Mégis, ha valamit ki kéne emelni, mi volt a legemlékezetesebb, legeredményesebb a héten? Hát ez nagyon nehéz egy dolgot kiemelni. Nekem nagyon nehéz ezt így megmondani, de ha egyet kell választani, akkor nekem a győri utunk nagyon tetszett. Nekem ez volt az első, hogy Győrben voltam, a Győri Egyetem gyönyörű, és a város is gyönyörű. Voltunk a Városházában, voltunk egy gimnáziumban, és utána vacsoráztunk mindenféle professzorokkal az egyetemről, kiemelném dr. Lukács Asztárt, aki vendégül látott bennünket, és hát nagyon jó kapcsolatok alakultak ki. Mindig meghúzzák a mérleget a summit végén. Mit volt az, amit kéne még javítani? Hogy lenne a következő summit jobb? Hát szerintem a kommunikáció mindig az, amin javítani tudunk, hogy mindenki tudjon mindent, a vendégekre gondolok. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy mi a következő program, hol elérhető az információ, és hogy minél gyorsabban tudjunk kommunikálni velük. Idén egy appet próbálunk, a Who Summit, ez egy app. Hát meg kíváncsi leszek, hogy valójában hányan használták, de ennek az appnek is az volt a célja, hogy bárki, aki szeretné tudni, hogy mikor van a következő panel vagy session, az meg tudja nézni az appet. Remélem, hogy sikeresen használtuk, de pontosan ezen fogunk dolgozni, hogy effektíven kommunikáljunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm Jókai Károlyt itt a Hungarian Summiton. Milyen véleményt alakított ki a harmadik summitról? Milyen volt, hogy fejlődött az évek során? Hát volt szerencsém elmenni azt hiszem a második summitra Floridában tavaly tavasszal, és akkor eldöntöttem, hogyha Pesten tartják a következőt, hogy akkor segítünk szellemileg és anyagilag, és ezt tartottuk a szavunkat. Mondhatnánk azt, hogy a summitnak, az előadásoknak fele kb. A tanügyjel volt kapcsolatos. Hogy foglalná össze? Sikeres volt? Kell folytatni? Mi a véleménye? Minden esetre kell folytatni. Ami nem látszik az, hogy a itt résztvevő emberek különben is nagyon sok mindent tesznek azért, hogy Amerikában csábítsanak magyar hallgatókat, professzorokat és saját diákjaikat is küldik Magyarországra. Tehát ez úgy megy úgy magától szinte felszín alatt, de jó olyanokat találkozni, akik el tudják mondani a tapasztalatukat, mert nem mindig egyértelmű, hogy mennyi minden történik sok-sok helyen. Most nagyon sok amerikai egyetem képviseltette magát itt a summiton, gondolom beszélgetett ezekkel a képviselőkkel. Mit mondtak el a summitról, meg egyáltalán magyarországi kapcsolatokról, egyetemekről, mikről beszélgettek? Hát akikkel beszéltem, tudták azt, hogy Floridában már járt jó néhány magyarországi Fulbrightos, és úgy tudom, jó a hírnevük, nem biztos, hogy ismerték őket közvetlenül, de az érdeklődés az ott van. Az is igaz, hogy itt ilyen 50-60-70 ezres létszámú egyetemekről van szó, és ott nagyon könnyű elveszni és eltönni a tömegben. A jövőre nézve milyen tanácsa, tapasztalata van, mit kellene még fejleszteni, alakítani a számítan? Én azt hiszem, hogy igazából fel kéne térképezni, hogy a résztvevők, vagy akik felszólalnak, vagy akik a közönséget töltik fel, hogy ők milyen hálózatot
tudnak biztosítani, milyen kapcsolatokat tudnának felkínálni, ez nem mindig derül ki, csak talán utólag, vagy menet közben. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és reméljük, hogy a következőkön is fogunk találkozni. Köszönöm szépen. Igen, vagy itt, vagy Clevelandban. Így van, köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm Tárnok Balást, az NK intézet vezetőjét. A Summit folyik most, az utolsó nap van a programból. Hogyan értékelnéd az elmúlt napokat, illetve a mai konferenciát? Különösen a mai konferencia nagyon hasznos és egy üde szín volt a magyar tudományos életbe. Nagyon örülök, hogy a tavalyi floridai megvalósítás után idén Budapesten és különösen itt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hívták életre és valósították meg ezt a Hungarian Summitot, ami azért is nagyon fontos, mert ennek a rendezvények teljesen más a szellemisége, mint a általában véve a konferenciáknak Magyarországon. Nagyon örülök, hogy ez a rendezvény kombinálja és együttesen jeleníti meg az üzleti világot, a tudományosságot és a közéleti szerepvállalókat. Nagyon fontos az, hogy Magyarországról egy olyan imást alakítsunk ki a nemzetközi térben, és különösen az amerikai-magyar kapcsolatokban, ami ide tudja vonzani a befektetőket, elő tudja segíteni az egyetemi diák-hallgató cserét, és általában véve élénkeníteni tudja amerikai-magyar kapcsolatokat. Most erre különösen nagy szükség van, és e tekintetben a Hungarian Summit ez egy hiánypótló eset. Ha ki kéne emeljen egy részt, mi tetszett a legjobban, mi volt az, ami leginkább megfogta, megragadta, és amiért érdemes volt eljönni, hogy részt venni ezen a konferencián? Lényegében az első pillanattól kezdve, hogy gyülekeztek a vendégek, és a sok-sok ismerős arc megjelent egy helyen, én ugye 2021-ben az egész évet az Egyesült Államokba töltöttem a Hungary Foundation ösztöndíjasaként, és akkor sok embert sikerült megismernem, mind az amerikai magyar közösségből, mind pedig az amerikai egyetemi világnak abból a részéből, akik nyitottak a magyar egyetemek felé, és ez azt is jelentette, hogy számos ismerőssel sikerült találkozni, talán ez az a úgynevezett networking lehetőségek, kapcsolatfelvételek, a régi ismerősökkel való találkozások, amik nekem személy szerint a szívemnek legkedvesebbek voltak, de ugye a konferenciának a különböző szférákat bemutató előadásai, az pedig mindenki számára egy izgalmas és érdekes esemény biztosítottak. A szervezők mindig kíváncsiak a visszacsatolásokra, a feedback, ahogy mi mondjuk Amerikában. Mi lenne a tanács, amivel következő Summiton rá kéne figyelnek jobban, hogy még jobb legyen? Elsősorban az, hogy újra a Közszolgálati Egyetemre hozzák ezt a rendezvényt, hiszen itt egy olyan rendezvény helyszínek is van, ami azt gondolom talán, ha itt egyedülálló, hiszen Magyarországon talán csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek van egy ilyen amerikai típusú kampusza. Bízom benne, hogy akár a jövő elkövetkező években lehet egy kültéri részét is biztosítani ennek a rendezvénynek itt az egyetemen, hiszen ezt a lehetőséget jól lenne kihasználni, és lényegében ennyi. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és reméljük, hogy a következő számíton is találkozunk. Úgy szintén köszönöm. Köszönöm. Továri Nagy Gábor volt a Hungarian Summit business szekciójának vezetője, nagyon sok előadást tartott. Hogyan válogatták ki az előadásokat, illetve a meghívott vendégeket? Mi alapján sikerült ezt összeszedni? Az elmúlt pár évben tartottunk több webinárt magyarországi cégeknek, akik azzal a céllal csatlakoztak ezekhez az online rendezvényekhez, hogy többet tudjanak meg a magyar cég amerikai piacra lépéséről, és nyilván online elég sok, főleg elméleti jellegű, úgymond oktatást vagy ismeretterjesztést tudtuk adni, és utána felmerült az, hogy ezt megcsináljuk élőben is. Tavaly csináltunk Daytona Beach-en, ahol te is ott voltál Floridában egy rendezvényt, ez a második rendezvény, és ez a praktikumról szólt. Tehát olyan előadókat választottunk egyrészt az amerikai oldalról, akik hitelesen tudják azt átadni, hogy milyen az amerikai piacra lépés, milyenek az ottani körülmények, milyen az üzleti kultúra.
milyen befektetési lehetőségek vannak, milyen incentívák vannak arra, akik oda jönnek Európából, akár Magyarországról. A másik oldalról pedig olyan magyarországi cégeket választottunk, akik már sikeresek az USA-ban, akik kudarcokon és sikereken keresztül érték el azt, amit elértek, és hogy őket megkértük azt, hogy ne csak a szépről, ne csak a jóról, hanem azokról is beszéljenek, hogy milyen úttorlaszok voltak előttük. Kérhetik egy pár nevet, cég nevet, kik voltak jelen, kik beszélgettek? Hogyne, amerikai oldalról talán a legnagyobb és általában valószínűleg ismert név, ez a NASCAR, ugye az a Forma 1-nek az amerikai verziója, mondhatjuk úgy, mert nem az, de lényegében ugye ottani legismertebb versenymotorsport. Az ügyvezető igazgatója Jordan Gilotti volt itt. Itt volt az amerikai legnagyobb egyetemnek, másik legnagyobb egyetemnek, a Közép-Floridai Egyetemnek, a University of Central Floridának az egyik igazgatója. Befektett a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakemberek voltak itt. Egyébként itt volt még 7 egyetem 6 államból. A magyar oldalról pedig a Julius K9 nevű kutyahám gyártó cég, akik sikeresek mind Magyarországon, mind európai piacon, illetve nyilván USA-ban. Bistrong USA, az egy debreceni cég, aki mostanában kezdett a piacra lépni, illetve itt volt Dr. Tiles György, aki 13 éve él az USA-ban, ugye világhírű mesterséges intelligencia szakértő, és őnek is van első kézből tapasztalata ebben a témakörben. Úgyhogy többek között, de még sokan mások. Konferencia közben nagyon sok lehetőség volt beszélgetni a jelenlévőkkel, akik részt vettek a konferencián. Milyen visszajelzések érkeztek? Azt láttuk kívülről is, hogy nagyon sok, egy üres szék se volt, mindig tele volt a business szekción a terem. Így van, nagyon-nagyon örülünk, hogy túl teljesítettük az elvárásokat. Ugye több napja vagyunk már itt, mert az amerikai delegációval több helyszínen volt, hogy összesen talán 250 embert sikerült megmozgatnunk. Tényleg tele volt itt a terem, és most zajlik ebben a percben a Rapid Randi, ahol így egymással 10 perces időintervallumokban egymással tudnak beszélgetni az érdeklődők, illetve lehet beszélgetni az előadókkal. Az elsődleges visszajelzés az mindenképpen pozitív, és azt emelte mindenki, hogy végre praktikum, nem felraktunk 3 szlájdot, meg 5 szlájdot, és ilyen elméleti dolgokra beszéltünk, hanem első kézből kaptak információt ottani szakemberektől, meg olyan magyar cégektől, akik sikeresek a USA-ban. A jövőre tekintve mi a terv jövőre? Gondolom, hogy Floridában lesz a következő summit, üzleti szempontból mire számíthatunk? Igen, a tavalyi summit az ugye Daytona Beach-en volt, akkor fölmerült az igény arra, hogy hozzunk Magyarországra. Ezt most úgy gondolom, hogy sikeresen tettük meg. Most fölmerült az igény akkor, hogy csináljuk meg jövőre Daytona Beach-en, úgyhogy ezt szeretnénk oda-vissza megcsinálni minden évben. A tavalyi is megmozgatott egy nagyobb létszámot, ez is megmozgatott egy nagyobb létszámot, úgyhogy jövőre ott lesz. Egy sikeres konferencia mögött mindig szponzorok vannak. Ha a szponzorokról beszélgetnék, kérlek szépen. Ahogy az előbb említettem, az egyik résztvevőnk a Bistrong USA Debrecenből, ők az egyik szponzorunk, nagyon köszönjük nekik a támogatást. A pénzügyi és adótanácsadási könyvelési vonalon pedig egy Miami székhelyű, de magyar és floridai, illetve amerikai adóismeretekkel is rendelkező cég, az IP.CPA támogatott minket, akinek a tulajdonosa Borsányi Imre. Nagyon sok magyar cégnek csinálják a könyvelősiket és az adótanácsadásukat. Nekem is, én azt szoktam mondani, hogy velük dolgozok, azóta kisimultak a rácok a homlokomon, és ez tényleg így van. Nagyon örülök, hogy vannak támogatók, és reméljük, hogy a következő években is sikeresen fogjátok ezt megszervezni. Úgy legyen, köszönöm szépen a lehetőséget. György volt a Hungarian Summit egyik kerekasztal beszélgetésének az előadója. Hogyan értékelte a mai summitot? Hogy találta, milyen ez a kezdeményezés? Én úgy gondolom, hogy nagyon hiánypótló, és egyre több és több igény van arra, hogy Magyarország és Amerika között értékes kapcsolatokat építsünk. Ebből a szempontból kritikus szakaszban vagyunk.
intenzifikálni kell az üzleti kapcsolatokat és a diplomáciai kapcsolatokat is. Ebben szerintem fantasztikus dolog, hogy különösen Floridából rendkívül sok amerikai vendég is érkezett, és olyan sok magyar is, aki ha úgy tetszik, egyik lábbal az egyik ország, a másik lábbal a másik országban él, csak úgy, mint magam is, Kalifornia és Budapest között. Jó pár éve az üzlet, az amerikai üzletben vesz részt. Hogy látja a magyar emberek, hogy veszik fel a versenyt Amerikában? Exponenciálisan nő a számuk odakint, vagy hogy lehet ezt leírni? Hát exponenciálisan jelenleg csak a mesterséges intelligencia nő. A magyarok számában nem látok nagy exponenciális változást. Én csak a saját kis buborékomra látok rá, Szilícium völgyre, ahol körülbelül konstans azoknak a technológiai dolgozóknak az aránya, akik a cégükkel jöttek ki, és azoknak az embereknek az aránya, akik becsületes polgári foglalkozásokat űznek. Én szerintem üzleti szempontból körülbelül ugyanolyannak tekinthető a klíma, mint pár évvel ezelőtt volt. Van pár magyar sikertörténet, akik ott meg tudtak ágyazni maguknak. Sokan le is pattannak arról a világról, ez így természetes, de remélem, hogy az ilyen események, mint a mai hozzá segítik az indulókat, azok, akik éppen a batyújukat kötik, azok az a kulcsfontosságú információkhoz, hogy sikerre vigyék magukat ki. Gondolom, hogy nagyon sok konferencián vett részt. Milyen tanácssal tudna jönni a Hungarian Summit szervezőinek? Mitől lesz egy igazán sikeres egy konferencia? Hát én egy amerikai gondolatot fogok szerintem ehhez mondani, miszerint, hogy kevesebb lecture, több networking. Tehát én azt a tanácsot adnám nekik, hogy sokkal több lehetőséget kell biztosítani az embereknek a kapcsolódásra, mivel hogyha különösen ez a track, ami részt vettem, az üzleti élet szereplőjéről szól, ők alapvetően egymással akarnak barátkozni, és ezért kell találni egy jó egyensúlyt a között, hogy értékes előadásokat tartunk, és egymással beszélgethessünk. És mind a mesterséges intelligencia tudósa, kell-e attól féljünk, hogy a konferenciákat a mesterséges intelligencia átveszi, és már nem emberek fogják szervezni? Nem nagyon hiszem, a szervezési feladatoknak a nyűgét az sok tekintetben át fogja tudni venni, aminek az ember alapvetően örülni fog. Tehát én ebből a szempontból egy pozitív jövőképet tudok látni, hiszen a konferencia szervezés jár egy csomó olyan feladattal, amit szeretünk, meg olyanokkal, amiket nem szeretünk. A nem szeretem kategóriában sokat tud segíteni az exponenciálisan fejlődő mesterséges intelligencia. És egy jó tanácsa, ha tudna szolgálni az üzletemberekkel, amelyikek Amerikába akarnak jönni egy zárszóként? Legyenek autentikusak, legyenek kiválóak, legyenek legalább ugyanolyan jók, mint egy amerikai, és még tegyenek rá 3 lapáttal. Nagyon készüljenek rá fejben, és nagyon próbáljanak beágyazódást találni maguknak Amerikában. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok! Hasonlóképpen.